73. perc, és Bekár egyenlít. 5 év után megvan egy NB1-es gólja, az első NB1-es gólja a Nyíregyházának. Büntetőből Bekárt ünnepli a közönség. 1-1-es állás tehát, és teljesen nyílt a találkozó. Abdurrahmant mindenféleképpen meg kell dicsérni, mert ott szlalomozott, bátran bevállalta, több debrecenivel szemben a cselt, rágyorsított, bevitt a 15-ösön belőre, és aztán elesett, 11-es járt érte, Bekár pedig értékesíti.